Üdv néked, ifjúság! Üdvözl légy, magyar nép! Kilángban és vérben születtél meg újra, három nagy éjszakán vad ágyudörgésben. Függetlenséget, szabadságot, jólétet hirdettek, de valójában zsarnokság nyomorította a népet. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. A második Rákóczi Ferenc általános iskola tanulóinak műsorát követően Rétvári Bence államtitkár a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet Rádon az 1956-os forradalom 63. évfordulója alkalmából. Nekünk a legnagyobb kincsünk a szabadságunk. Mindig akkor tudott Magyarország gyarapodni, amikor szabad volt. Amikor az ország szabad volt, az emberek is szabadok voltak. Amikor az ország nem volt szabad, az emberek is kevésbé voltak szabadok. Ezért a nemzet legnagyobb kincse a függetlenség. A 20. században rendkívül sok ideológiával, izmussal próbálták a magyar függetlenséget sárba tiporni. Volt nemzeti szocializmus, volt kommunizmus, és valamelyest ilyesfajta veszélyt hordoz maga a globalizmus is. Ezekkel szemben kell a függetlenségünket megvédeni, hogy sose egy-egy birodalmi központból akarják megmondani Magyarországnak, hogy mi a magyaroknak a legjobb, hanem mi magyarok, akik magyarul, magyarként születtünk, magyarul gondolkozunk, magyarul érzünk, magyarul beszélünk, magyarul éneklünk, magyarul panaszkodunk és magyarul örülünk, mi magunk dönthessünk a saját sorsunkról, és ne az ország határainkon túl valamilyen birodalmi központ döntsön a nekünk fontos kérdésekről. Mi dönthetünk arról, hogy hogyan, kikkel, miként akarunk élni, hogy miért fontos a nemzeti kultúránk, ebbe mások beleszólását nem kérjük, cserébe mi se szólunk bele az ő saját kultúrájukba.